Hiç geldin mi? De mozik a kerestem, ahol tornáztás, nem találtam még. Majd megkeressük, jó ég. Anuska nem néz ide, bíntettem volna neki. Nem is miért beszokott. Jött egyik, jött másik. Nem baj, kicsi szívem, mama bemegy veled, és megmondom, hogy ne szidjanak, mert kint voltál a friss levegő. Szóval, ott hívják, és mit csinál, hogy nem hallja. És édesanyának feldíszítettétek a lányka itt van? És akkor mi lesz? Az egy lelka. Honnan kincse? Bárdot. Igen? Ó, bár még jön a három. Jó lenne. Egy fél óras napfény már nincs. Vigyázz, kicsi bogárkám, mert felháborodsz, ha most rád is. Aztán nagyon éhes vagy, igazi? Mama, már nem tudtam, hogy jössz-e, hogy késő van, mert máskor mama mindig betett neked valamit. Sóst vettetek? Rossz út szakasz. Ott aztán felhúzod, amikor azon a rossz út szakaszon megyünk. Jó. Hogy ne jöjjön be a por. Jó, kicsi drága? Felé van állítva, hogy annyit voltig állnak ennek a lyánkának. Jaj, ez nem nevelés. Megvannak a füzetek és a felszerelések? Igen. Na jó van. És az osztályotok csak ott lesz, ugye, ahol voltatok? Mikor lesz? Hétfőn, ugye, 11, akkor? Igen. Hétfő reggel hánykor vajon? 9-től, nehogy ismét elkések, mint az évzárónál. Mama mindig el szokott menni. 9-től lesz, biztos? Innen viszi, látod a központból a vizet. Innen is vettünk volna Bibarcról. Nem is tudom, hogy jó-e nekem ez a kis bacsoni víz.
kapcsolta a lovat, úgy szoktál csinálni, meleget kapcsolsz be. Mondtam, ne egyél a kocsiba. Akkor neked is baj van utni. Baj van akkor neked is. Ha mindig hát, akkor hogy tudsz a nagy utakon menni apáékkal? Amikor olyan messzi mentek. Út kezdődik. Új, milyen nagy lyukok vannak. Nézd, mekkora lyukok vannak. Fú. Aztán nem jól járt. Nem csinálják meg. Ez bacóhoz tartozik. Nem is tömték be. Nem foglalkoznak. Hát félre első, nem érdekel senkit. Esetleg akik itt laknak, ugye, és minden nap kell járjanak a kocsival. Recsek, ropog. Valami érintkezik, és nem tud tényleg, mi ez a nyivogás. Nézd meg, milyen út van itt. Ja, itt még mondjuk kövek vannak legalább. Lassan jár mindenki. Yeah. Nem érdemes ide jönni, Sanyika. Mi barcról kell hozzunk vizet? Mi barcról kell hozzunk, mert apa innen hozzai. Igen, egy kicsi szakasz meg tudnák csinálni. De akkor már kiegyenlítség, nem aszfaltól, nem kis kis csalt, egy van búzó, mit? Azt se csinálják. Kirázza belőle. Nem, ettől van nekem hányik. De akkor hogy tudsz te felülni, amikor barult napokon arra a... Nincs hány ingered, mikor felülsz a ringi spire? Csodálkozom, Tamara. Csak mi után értem. Ezek a házok, ezek kút is van, látod? Jaj, ma élünk. Jézusom, mindent leráz az autóról, Sanyika. Ide nem nagyon érdemes, mondtam, nem nagyon érdemes jönni. Hál' Istennek. Kirázza, hogy
most lehúzhatott a mocikon. Így bizony, emlékszem, mikor jártam iskolába, hogy mindig milyen beteg voltam. Leesett az ilyen. Mi? Na, az valahol biztos, ha kiesett. Az. Na, valahogy. Jó, hogy nem kifele esett, hanem áll. Igen, mikor az ajtót nyitott ki, kezdett minden tönkre menni, rendezni kellene. Egy autót mindig rendezni kell. Vannak-e ott vajon? Nem, milyen jól gyalogol a nem fél egyedül. Na, menj be ide. Itt kell menni a... Bodvaj vagy hova? Sanyika. Azon az úton. Büdösbe. Azon az úton lehet menni Büdösbe? Nézzük, hogy nézzük ki. Mi a Isten. Hogy ez mi lehet? Aztán vannak. Nincsenek? Egy kocsi van. Hál' Istennek. Nekem sokat várjuk. Hány is megérkeztünk. Kis édesanyja. Annyi limonádét megérkeztünk. Na, és mama papírt se hozott, máskor mindent szoktam hozni, siettem, semmit nem hoztam. Milyen, hol ittad a limonádét? Otthon. Ha attól vagy beteg, milyen limonádét ittál?